A vasárnap délelőtti istentisztelet ezúttal más volt, mint a többi. Ezúttal a közösséghez tartozó gyermekek, szülők és családtagok adtak hálát. Hálás a szívünk, hogy elérkeztünk a tanév záró istentiszteletre. Köszönjük neked ezt a találkozást, hogy szólsz hozzánk, hogy van mondani valót. Déltől már a csónakázótó melletti zöldtáborban voltak a református gyülekezet tagjai. A családi nap igazi kikapcsolódást nyújtott kicsiknek, nagyoknak egyaránt. A gyerekek nem okostelefonon vagy számítógépen játszottak, hanem a zöldben töltötték az időt. Sok mindenki, itt van, akit ismerek, és nagyon sok jó játék van, amit szeretnék játszani. És úgy kerültem ide, hogy az iskolánkban odajárok hitarra, amit a Tiszi bácsi tanít. A családi napra 7 próbás játékokat állítottak össze. Az egyik legalapvetőbb feltétel az volt, hogy csapatok vegyék az akadályokat. Jó lenne, hogyha hát ez a mai nap az azért is ugyanúgy sikerülne, hogy a többi, tehát hogy mindenki jól érzi magát, és a nap végén úgy zárhatjuk, hogy szép volt, jó volt együtt lenni, és ismét egy ilyen közösségerősítő alkalom volt. A program résztvevői elmondták a híradónak, hogy jól érezték magukat a családi napon. Na? Majd mondja, hogy mikor és most öntheted. Nem, most elég szomás. Jó, mehet tovább. Ez az, mehet tovább. Még a porrat majd vegyünk.